Még távolabb került Magyarország az uniós pénzektől az Orbán kormány miatt. Az Európai Bizottság szerint a Magyar Orvosi Kamara ellehetetlenítésével Orbán Viktor megszegte az ígéretét, hogy a szakmai szereplőkkel való egyeztetés nélkül többé nem présel át törvényeket a magyar parlamenten. Az árnyékkormány szerint Orbán Viktor megszegte az Európai Uniónak adott szavát, ezzel pedig végveszélybe kerültek a Magyarországnak járó uniós pénzek. Orbán Viktor hazudott az Európai Uniónak, mert az ígéretei ellenére a magyar parlamenten pár nap alatt átpréselte a Magyar Orvosi Kamarát bedaráló bosszú törvényét. A sokadik átverés után egyre kétségesebb, hogy ezen túl bármit is elhisznek majd Európa legmagányosabb, legmegbízhatatlanabb kormányfőjének Orbán Viktornak. Ezért az uniós pénzek megmentése érdekében árnyék külügyminiszterként levélben fordulok az Európai Bizottsághoz. Már az árnyék kormány maradt Magyarország egyetlen reménye arra, hogy hozzájussunk az Európai Uniós pénzekhez. Az Európai Unió vezetői már kiismerték Orbán Viktort az elmúlt 13 év alatt. Tudják, hogy csak két dolog érdekli Orbánt, hogy korlátlan ideig uralkodjon a magyar emberek felett, és hogy a milliárdos fideszes elit ellophassa a Magyarországnak járó uniós pénzeket. Ennek érdekében bármit megígér Brüsszelnek, amelyből szinte semmit sem tart be Orbán Viktor. Az árnyékkormány szerint Orbán Viktor megszegte az Európai Uniónak adott szavát, ezzel pedig végveszélybe kerültek a Magyarországnak járó uniós pénzek. Orbán Viktor hazudott az uniónak, mert az ígéretei ellenére a magyar parlamenten pár nap alatt átpréselte a Magyar Orvosi Kamarát bedaráló bosszú törvényét. A sokadik átverés után egyre kétségesebb, hogy ezen túl bármit is elhisznek majd Európa legmagányosabb, legmegbízhatatlanabb kormányfőjének Orbán Viktornak. Ezért az uniós pénzek megmentése érdekében árnyék külügyminiszterként levélben fordulok az Európai Bizottsághoz. Már az árnyék kormány maradt Magyarország egyetlen reménye arra, hogy hozzájussunk az Európai Uniós pénzekhez.